is kezdeném, 2 óra van. Úgyhogy Tímár András vagyok, és hát általában LibreOffice-ról szoktam előadni ilyen szabad szoftveres konferenciákon, és ez most sem lesz másképp. Ez a cím, Collabora Cloud Suite, ez tulajdonképpen egy LibreOffice-t takar, amit egy LibreOffice-on alapuló új termékcsalád, ez a Collabora Cloud Suite, majd későbbiekben kiderül, hogy mi is ez. Ugye hát idén szeptemberben ünnepeltük a LibreOffice projektnek az 5 éves évfordulóját, és hát annyi minden történt ez alatt az 5 év alatt, hogy egy ilyen rövid előadásban nem vállalkozhatunk ennek a felvázolására. Ezért is gondoltam, hogy egy új fejleményről, vagy egy viszonylag új fejlesztési területről számoljak be. Ugye a LibreOffice projekt célkitűzése az a kezdetektől fogva az volt, hogy hát legyünk jelen mindenütt, és ugye vastag PC-s klienseken ez a jelenlét ez elég erős, ott ugye Windows-on, Linux-on, illetőleg Macintoson fut a program. Szerepel itt a szlájdon a Raspberry Pi logó is, ugye arra is sikerült portolni, ez inkább csak egy ilyen érdekesség, mint sem üzletileg vagy technikailag fontos dolog. Ezen kívül elkészült egy androidos kliens is. Ezek természetesen tudnak adatot menteni a felhőbe, és onnan ott is tárolhatjuk a fájlokat, a LibreOffice képes a népszerű felhőszolgáltatásokhoz csatlakozni és azokba írni, olvasni. Ám de felvetődött egy olyan felhasználói igény, hogy magában a felhőben futtassuk a LibreOffice-t, ezáltal még több eszközt meg tudunk célozni, hiszen bármilyen böngészőn keresztül lehetne ezt használni. Na most, amikor ilyen új platformokra kívánunk megvalósítani egy terméket, akkor mindig adódik a kérdés, hogy most a meglévő kódbázist próbáljuk meg portolni, vagy pedig írjunk valami újat. Ugye sokan szeretnek újat írni, új az adott platformnak a natív eszközkészletével valamit kifejleszteni. Hát mi nem ezt az elvet valljuk, hanem megpróbáljuk a meglévő kódbázist portolni a különböző platformokra. Ezt az indokolja tulajdonképpen, hogy míg egy egyszerű fájl nézegetőt, akár egy, tudom én, egy 60-70-80%-os minőségben is viszonylag könnyű elkészíteni, addig a maradék funkciókészlet belefejlesztése többnyire sosem valósul meg. Tehát láttunk már mondjuk Open Document formátum nézegetőket androidos telefonra, vagy akár a webre is, a WebODF projektet, amelyek egy bizonyos komplexitású dokumentumokkal ugye sikeresen megküzdenek, ám nagyon messze vannak attól, hogy az összes funkciót implementálják, ami például a LibreOffice az asztalon, az asztali számítógépen már évek óta tud. Tehát az valahol érezhető, hogy az a több ezer év, ami belement a fejlesztésébe a LibreOffice programnak, az így hirtelen nem újra reprodukálható egy új platformon, még akkor sem, hogyha nyilván egy csomó zsákutcát, vagy hát egy csomó mindent el lehet kerülni egy új projekt indításánál. Tehát addig küzdöttünk az androidos port esetén is, amíg belefért a Play Store által, Android Play Store által meghatározott 50 megabájtos limitbe a LibreOffice, illetőleg egy csomó technikai nehézség fölépett, hogy a 90-es években megdizájnolt, vagy abból visszamaradt C++ kódokat hogy lehet lefordítani modern rendszereken. A másik dolog, ami ugye ebbe az irányba mutat, hogy egy egyszerű
API-t biztosítunk a LibreOffice eléréséhez, ami tetszőleges programozási környezetből egyszerűvé tesszük a LibreOffice funkcionalitásának elérését. Ugye van egy pár terület, amiben a LibreOffice igen erős. Ugye a fájlformátumok kezelése, amit az első sorban emelnék, ugye az Open Document formátum, mint natív fájlformátum ismerete mellett, ugye a Microsoft Office formátumokat is elég jól kezeli, de említhetném a Microsoft Visio, vagy a CorelDRAW, illetve még számos más grafikus fájlformátumot, a WordPerfect fájlformátumot, egy csomó régi 90-es évekbeli Macintosos és DOSos irodai csomagnak a fájlformátumát, amit ezáltal egy új, tehát így föl tudjuk éleszteni ezeket a dokumentumainkat, az új platformokon is tudjuk őket használni. A másik funkcionalitás, a LibreOffice képes arra, hogy a dokumentumokat képként jelenítse meg, és ezeket a képeket ilyen 256x256-os kis csempék formájában átadja a kliensnek. Tehát ez mindjárt hozza magával, hogy a megjelenítés oldalról nekünk csak ezeket a csempéket kell kezelni, és az egész renderelés az a LibreOffice feladata. Továbbá ugye a szerkesztési funkciók is elérhetőek ezen keresztül, az API-n keresztül. Ezt már jelenleg is használja három program. Az egyik a LibreOffice Online, amit hamarosan bemutatok. Ezen kívül az androidos kliens is, és GNOME-hoz is készült idén nyáron a Summer of Code Project keretében egy dokumentum néző, ami ezt a LibreOffice kitet használja fel. Egy probléma van csak a felhasználásával, hogy ez egy nagyon gyorsan változó, fejlődő terület, ezért aztán gyakran előfordul, hogyha egy új igény lép fel a LibreOffice kittel kapcsolatban, tehát kéne a kliens oldalról egy új funkció, akkor azt meg kell valósítani a LibreOffice-ban magában is, tehát mindig a legfrissebb fejlesztői LibreOffice-t kell használni mögötte. De hát ez egy ilyen dolog, ez valószínűleg stabilizálódni fog az elkövetkezendő időkben. Most a Collabora Cloud Suite, az a Collabora cégnek, ahol én is dolgozom, egy mindenhol elérhető irodai programcsomagja lenne, ami három részből áll, egy munkaállomás, PC, desktop verzióból, ugye ez egy LibreOffice lenne tulajdonképpen, a mobil verzióból, ami az androidos néző, illetőleg limitált szerkesztési funkciók vannak benne, és egy böngészőn keresztüli LibreOffice változat. Ez természetesen minden nyílt forrás, szabad szoftver, a forráskód a szabadon elérhető, ami a plusz, amit ugye a Collabora kínál mellé, az a terméktámogatás, illetőleg hát jelenleg még a stacknek az összerakása is egy jelentős feladat, tehát ezt elvégzi a Collabora, és egy kész megoldást ad. Ami a célkitűzés volt a webes kliensnél, egy tetszőleges böngészőben fusson, ugye természetesen egy korszerű böngészőt kell gondolni, tehát egy kellőképpen ismeri a mai webes szabványokat, HTML5-öt, JavaScript-et. A szerver rész az Linuxon fut, de tulajdonképpen nagyjából platformfüggetlen, és a kommunikáció a kliens és a szerver között az egy egyszerű websocketes protokollon keresztül zajlik. Most, itt még megemlíteném a biztonsági megfontolás sok tárgykörében, hogy hát végső soron itt arról beszélünk, hogy a szerveren futtassunk egy LibreOffice-t, amitől hát valószínűleg egy üzemeltető az agyvérzést kap, hogy egy 8 millió kódsorból álló bonyolult
programot futtatunk egy szerveres környezetben, ez mindenféle támadási lehetőségnek kitesszük ezzel a szervert. Hát ez ellen többféle védekezési módot találtunk ki, tehát több rétegű a biztonsági kockázat csökkentése. Egyfelől a LibreOffice kódbázisa az egy nagyon szigorú ellenőrzésen ment keresztül az utóbbi években. Végzünk egyrészt statikus kódelemzést a Coverity szoftverével, aminek az eredménye az, hogy gyakorlatilag hétről hétre 0 és 10 között van a Coverity által megtalált hibák száma. Rendszeresen végzünk automatikus összeomlás teszteket a LibreOffice kódon. Itt is 0 körül van a fájlok importálásakor és exportálásakor föllépő összeomlások száma. Hát ez hétről hétre változik, ugye, hogy új kódokat adunk hozzá a LibreOffice-hoz. Időnként vannak új hibák, amiket javítunk. Ez a fájlösszeomlás, az automatikus fájlösszeomlásos tesztelés egyébként kb. 80 ezer darab fájl exportálását és importálását jelenti, amelyeket különböző publikus hiba kereső vagy hiba bejelentő rendszerekből szedtünk össze, tehát eleve problematikus dokumentumokról van itt szó. Ezen kívül maga a LibreOffice process az egy CH rútos jailben fut a jelenlegi demo rendszerben, tehát el van szeparálva, lehetőség van egyéb konténerben is futtatni. Ezzel próbáljuk a támadási vektort csökkenteni. Ilyen szerver oldalon, mint említettem, ilyen WebSocket alapú kommunikációt van a kliens és a szerver között. Ugye a WebSocket ez egy ilyen kétirányú duplex kommunikációs csatorna, egy egyetlen TCP szoketen keresztül. Így munkamenetet egy HTTP kapcsolattal indítjuk, utána rögtön felépítjük ezt a WebSocket kapcsolatot, és egy kliens munkamenethez egy elkülönülten futó LibreOffice kitett használó szerver process fog találkozni. A másik kritikus eleme ennek a felépítésnek az ugye a teljesítmény. Ugye azt gondolhatná az ember, hogy a LibreOffice az egy lomha, lassú program, és majd nem fogunk tudni sok klienst kiszolgálni. Hát a minden ilyen teljesítmény növelésnek a kulcsa, a legfontosabb megoldás, hogy ez a gyorsító tárazás, így kliens oldalon és szerver oldalon is erőteljesen kesseljük ezeket a csempéket, és gyakorlatilag a célkitűzésünk az év végére az, hogy egy 16 magos szerveren 1000 kliens konkurens kiszolgálásához, vagy konkurens kiszolgálását el tudjuk végezni. Ez tulajdonképpen az eddigi tesztek bíztatóan alakulnak. Most kliens oldalon egy Leaflet nevű könyvtárat használunk, ez az interaktív térképekhez kifejlesztett, szintén ilyen nyílt forrású, szabad szoftveres megoldás. Tehát ez már egy csomó mindent ad, ami a dokumentumok megjelenítéséhez hasznos lehet, ugye elsősorban ez a csempés típusú megjelenítés, de amit módosítanunk kellett rajta, hogy ez a WebSocket kommunikáció a szerverrel meg legyen, a bináris képeket küld a szerver, ezeket át kell alakítanunk ilyen data URI formátumra a leaflet kedvéért, és kliens oldalon is ugye a gyorsító tárazás, amit említettem, ugye a látható területen levő csempéket kérjük le, de a többit is lekérjük a háttérben, hogy azzal a későbbi megjelenítést gyorsítani tudjuk.
Igen, hát körülbelül így egy... Tehát körülbelül így néz ki, ugye a böngészőben maga a dokumentum, itt látunk egy csempét, itt látjuk alul, hogy ez a forrás szintjén, hogy jelenik meg. Most ugye egy dokumentum szerkesztőhöz még további elemekre is szükség volt, ugye implementáltunk egy gördítősávot, ami viszonylag egyszerű volt, mert a leafletben eleve volt a térképek tologatásához szükséges funkcionalitás, tehát ez egy könnyű kibővítés volt. Dokumentumok nagyítását, kicsinyítését megoldottuk. A szövegkijelölést ilyen SVG layoutokkal, tehát ez nem a szerver feladata, a kijelölés sem a markereknek, sem pedig a magának a kijelölő téglalapnak a megjelenítése. Ez is egy gyorsított gyorsítási lehetőség. A szerkesztés pedig úgy zajlik, hogy a billentyűleütést egy láthatatlan beviteli mező elkapja, elküldi a szervernek, ahol az adott csempe az érvénytelenítődik, lekérjük az újat, újrafestjük a megváltozott területet. Egyedül a vágólappal van némi problémánk, hogy a böngésző az biztonsági okokból nem fér hozzá a rendszer vágólapjához, úgyhogy erre még egyelőre a funkcionalitás limitált, ugye sokan egy flashes megoldást alkalmaznak, de utána flash megy ki a divatból, ezért mi ezt nem használjuk, hogy jövő, hogy időt álló legyen a fejlesztés. Továbbá ugye van egy eszköztárunk, amit majd mindjárt a demóban megmutatok, és minden elem egy-egy UNO parancsot küld a szervernek, ugye az UNO az a LibreOffice-nak a komponens modellje, tehát itt egy-egybe történő megfeleltetéssel elküldjük a parancsot, LibreOffice végrehajtja, és a megfelelő műveletet elvégzi a háttérben a dokumentumon. Akkor most a demo, tehát szeretném megmutatni, hogy hogy is néz ki ez a valóságban. Próbálom tükrözni a képet, ha sikerül. Igen. És akkor a böngészőben. Igen. Hát az első példánk az egy szöveges dokumentum. Tehát látjuk, hogy ugye ennek az egész webes vagy online LibreOffice-nak az lenne az értelme, hogy tökéletesen ugyanazt a megjelenítést kapjuk, amit az asztali gépen. Ugye nem vagyunk limitálva a böngésző képességei által, ugye ezek mind ilyen 256x256-os kis csempékből épülnek föl ezek a dokumentumok, tehát ezek tulajdonképpen itt, ez egy kép mozaik, úgyhogy akármilyen bonyolult dokumentum elrendezést támogat. Ez a példadokumentum nem különösebben bonyolult, de hát be tudjuk mutatni rajta, hogy ott van egy kurzor, beleírok valamit, megjelenik, nyomok egy Entert, úgy kezdek egy új bekezdést, át tudom állítani például a betűtípust, mondjuk állítsuk valami olyasmire, ami látványosan megváltoztatja, megváltozott, át tudom állítani a betűméretet, ugye természetesen működnek ezek az alapvető szerkesztési funkciók, mint a félkövér, vagy a dőlt, vagy az aláhúzás, vagy az áthúzás. Akkor az eszköztáron további lehetőségek, a felsorolások, ugye ilyen gombócokkal, illetőleg számozással, működik a bekezdések
rendezése. Yeah. Balra, középre, jobbra, sorkizárás. Működik a behúzás, ugye ez a következő két gomb. És a dokumentum nagyítása, kicsinyítése gomb. Belenagyítok, lekicsinyítem. A következő két gomb az a lapozás, amit most lehet, hogy de tudok lapozni, mert pont ez egy kétoldalas dokumentum. Tehát így néz ki nagyjából, a jelenleg itt tartunk, ami a szöveges dokumentumok kezelését illeti. Ezen kívül meg tudunk jeleníteni vele bemutatókat, ugye az oldalsávban látszanak a diáknak az előnézeti képei, a fő képernyőn pedig maga a bemutató, ugye ez is szerkeszthető. Míg az előző dokumentumon nem mutattam be a képeknek az átméretezését, ami szintén működik, átméretezem, és akkor így átalakul körülötte a szöveg, el is lehet tolni, tehát ezek az egyszerű szerkesztési funkciók működnek. Ez a bemutató, tervező, hamarosan elkészül egy vetítő modul is hozzá, és akkor egy mégis teljes értékű lesz ebben az értelemben a bemutató készítés, illetőleg nem tudom mennyire látszik, ugye ez egy táblázat, aminek több lapja van, a lapok között tudok váltani. Ugye látszik ugye a beépített diagramok, amik megjelennek. És ez egy olyan funkció, amit hát nem nagyon tud senki. Ezt a böngészőbe megoldani nagyon nem egyszerű. Hát ezt szerettem volna végszóként a különböző meetupokon, mindig ez szokott lenni az első kérdés, hogy de mi az üzleti modell. Ez bizony egy megkerülhetetlen dolog, ugye a fejlesztés az pénzbe kerül. Tehát ezt a fejlesztést elsősorban az IceWarp nevű cloud szolgáltató vállalat szponzorálta, ugye nekik van egy ilyen levelező, naptár, dokumentummenedzsment rendszerük, és szerettek volna egy gazdag dokumentum nézőt, szerkesztőt a programjukban, tehát ez lenne ez a Collabora Cloud Suite beleintegrálva, de hát további terveink között szerepel integrációhoz egyéb ilyen cloudos rendszerekhez, tehát ezt végül is nem a végfelhasználóknak kínáljuk ezt a programot, hanem ilyen cloud szolgáltatóknak. Ugye későbbi fejlesztési lehetőségek, a csoportmunka támogatása, hogy egy dokumentumot többen szerkesztenek a weben keresztül. És ugye a marketingeseink két húzós szlogent találtak ki, hogy ezzel is zárnám az előadást. Az egyik az, hogy mi többet tudunk, mint a Google Docs, és rugalmasabbak vagyunk, mint az Office 365. Tehát ezért lesz ez a Collabora Cloud Suite nagyon nyerő. Köszönöm a figyelmet!